A múlt heti videónk, ahogy az egyébként várható volt, igen nagy vitákat gerjesztett, és nagyon komoly vízhangra talált. Hát rögtön a hírtelevízióban Velkovics filmos esett nekem. Tehát a békeszerződés a hát, abban meglehetősen egyetértés van a történészek és a jogászok között is, hogy már a 47-es Párizsi békeszerződés az érvényes, nem a trianoni. Hát ez nem így működik, tehát hogyha valaki, bárki ugye lehet bár, bárki, bárki ellenőrizni tudja, hogyha mondjuk megnézi az interneten a hatályos jogszabályok gyűjteményét, akkor ott látja az 1921. évi 33-as törvényt, erre rákeres, akkor ez egy hatályos jogszabályként megtalálható törvény. Én azt gondolom, hogy ez egy mulasztás, ez a magyar politikum a a Magyarországgyűlés mulasztása. És ahogy már megszokhattam, természetesen az internet népe is hozzászólt a témához. Rengeteg komment érkezett különböző fórumokon, ahol még egyáltalán én megjelenhetek, onnan nem tiltottak le. És hát ezek között a kommentek, hozzászólások között sok olyan vélemény is elhangzott, amely szerint nincs értelme az 1921. évi 33-as törvényt, tehát tulajdonképpen a trianoni békeszerződést tartalmazó törvényt hatájon kívül helyezni, hiszen azt már hatájon kívül helyezte az 1947-es Párizsi békeszerződés. Tehát akkor először ebben a videóban erre válaszolok, mert hogy bocsánat, de ez butaság. Ráadásul, hogyha valaki megnézi, itt van a kezemben, letöltöttem az 1947-es Párizsi békeszerződés törvényét, ez az 1947. évi, egészen pontosan 18. törvény, és ez a Párizsban 1947. február 10. napján kelt békeszerződés becikkejezéséről szól. Na hát ebben Magyarország határairól azt írják, hogy Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint amelyek 1938. január 1-én voltak. Ugyanez vonatkozik egyébként Magyarország és Románia határára is. Most ez csak azért érdekes, mert hogyha például az előző videóban említett Grespik László jogász álláspontját, jogi álláspontját nézzük, akkor a trianoni békeszerződés semmis. Ha a trianoni békeszerződés semmis, akkor 1938. január 1-én milyen határok voltak a Kárpát-medencében. Ugye ez egy jó kérdés. Akkor a trianoni békeszerződés előtti, tehát 1920. június 4 előtti Hivatalos határok, az pedig a történelmi Magyarország, ha úgy tetszik, Nagy-Magyarország határai, akkor azok voltak érvényben. Tehát ez már önmagában egy nagyon érdekes jogi vita lehet majd, de ezt bízzuk a jogászokra. Más dologra is rávilágítottak ezek a kommentek, illetve ezek a viták, és pedig arra, hogy ha Trianonnal kapcsolatban bármilyen állást akarunk foglalni, akkor először nekünk itt Magyarországon, magyar és magyar között kell lerendeznünk ezt a kérdést, és tisztában kell azzal lennünk, hogy egyáltalán mi magyarok mit akarunk. Akarjuk-e, hogy a trianoni békeszerződés igazságtalanságával foglalkozzunk, esetleg csak koszorúzni szeretnénk trianoni emlékműveket, vagy szeretnénk kimondani azt is, hogy ez a békeszerződés nem csak igazságtalan, hanem akár jogilag, jogi értelemben semmis volt-e. Ez megint egy eldöntendő kérdés, de mielőtt ezt eldöntjük, hagyj idézzem fel azt, hogy például itt a szomszédban, Szerbia, a szerbek hogyan állnak a saját trianonjukhoz. 2008 óta Koszovó tulajdonképpen, és hát de facto, ez nem is lehet kérdéses, függetlenné vált, már nem Szerbia része. Ennek ellenére sem Szerbia, sem Szerbia kezdeményezésére az ENSZ nem ismeri el Koszovó függetlenségét, hiába! ismeri el Koszovót független államnak, az Európai Unió tagállamainak többségek közöttük egyébként, Magyarország is. Szerbia úgy tekinti, mintha Koszovó továbbra is Szerbia integrás része lenne. A szerb alkotmány úgy nevezi ezt a területet, hogy Koszovó és Metohija autonóm tartomány, és egyszerűen a szerb alkotmány nem vesz tudomást arról, hogy Koszovó levált és 2008 óta egy oldalon ugyan, de kinyilvánította a függetlenségét. Nem csak az alkotmány és nem csak a törvények értelmében része továbbra is Szerbiának Koszovó és Metohia, de még a szerbiai időjárás jelentések szerint is Koszovó továbbra is Szerbia része. Szóval ebben a nagyon fura helyzetben az ENSZ közgyűlése a Nemzetközi Bírósághoz fordult, és tanácsadó véleményt kért ki, az elszakadás jogszerűségéről. Ez számunkra, a magyarok számára is érdekes lehet, akár Trianon vagy a Trianoni békeszerződéssel kapcsolatban. A Nemzetközi Bíróság egyébként 2010. július 22-én kelt tanácsadó véleményében kifejtette, hogy miközben nem vizsgálta, hogy a függetlenségi nyilatkozat alkalmas-e célzott joghatás kiváltására, az az érvényes és hatályos-e, valamint hogy Koszovó független állam-e, önmagában a nyilatkozat ténye nem sérte a nemzetközi jogot. Ez az egyébként nehezen érthető döntés, amit a Nemzetközi Bíróság hozott, ez számunkra nem önmagában a, a tartalma miatt érdekes, hanem azért, mert ezek szerint az ENSZ kezdeményezésére, Ilyen esetekben, mint ami Koszovóval történt, vagy akár nyugodtan mondhatnám, ami Trianonban velünk magyarokkal történt, fordulhat az ENSZ hez tartozó nemzetközi bírósághoz, amely nemzetközi bíróság dönthet államok közötti hasonló vitás ügyekben. Ehhez természetesen, mindenek előtt az kell, hogy Szerbia a saját törvényei és a saját alkotmánya szerint a tényeket egyébként figyelmen kívül hagyva, továbbra is. Szerbia integrás részének tekintse Koszovót. Túl azon, hogy a kezdeményezésünk elsősorban egy erkölcsi, morális elégtételről szól Trianon 100. évfordulóján, ugyanakkor egy jogi alapot is teremt arra, Szerbiához hasonlóan, hogy a jövőben egy kedvezőbb nemzetközi környezetben akár a trianoni határokat is ki tudják majd igazítani, és az, ami történt Szerbiában, az, hogy az ENSZ a Nemzetközi Bírósághoz fordult két ország határvitája ügyében, az pedig precedens teremt arra, hogy így is lehet rendezni határvitákat két vagy akár több állam között. De nem csak a szerbek szemszögéből érdemes megvizsgálnunk Trianon kérdését. Hozzám az elmúlt években elsősorban a migráció miatt a világ minden részéről érkeztek újságírók, közöttük koreaiak és japánok is. És a koreai és a japán újságíróktól értesültem arról, hogy Korea és Japán között is van egy területi, illetve határvita. Ez egészen pontosan egy 0,2 négyzetkilométernyi aprócska szigetről, vagy szigetekről szól, amelyeknek, amelyeknek a neve koreaiul Dokdo, japánul Takeshima, és angolul pedig Liancourt Rocks. És ez a két ország, illetve egészen pontosan három ország, mert még Észak-Korea is jogot formál erre a területre, nagyon-nagyon régóta évszázados vitában áll egymással, hogy most ez a, ez a Dogdo-sziget, ez most kihez tartozik, vagy hogyha a japán oldalról szemlélem, akkor Takeshima szigete vagy szigetcsoportja kihez tartozik. Még egyszer mondom, 0,2 négyzetkilométernyi területről van szó, nem sok tízezer négyzetkilométerről, mint a magyarok, magyarok esetében. És hát azt is megtudhatjuk, hogy a koreaiak középkori, iratokkal bizonyítják, hogy Kóreához tartozik ez a sziget, miközben Japán arra hivatkozik, hogy a 20. század elején ő katonai helyőrséget hozott itt létre. Az 50-es években egyébként koreai önkéntesek foglalták el a szigetet, és ezek az önkéntesek, mint egyfajta helyőrség, Kóreához csatolták ezt a Dogdo, vagy Takeshima, vagy Liancourt Rocks nevű szigeteket. És azóta is vita van a két ország között. Olyannyira kemény vita van a két ország között, hogy néhány hónappal ezelőtt, az elmúlt esztendőmet, tehát 2019 nyarán, amikor orosz és kínai vadászgépek, repülők megsértették a légterét ennek a kis szigetcsoportnak, akkor dél-koreai vadászgépek rálőttek figyelmeztető lövések leadásával az orosz vadászgépekre. Tehát majdnem kirobbant a harmadik világháború emiatt a picike kis sziget vagy szigetcsoport miatt, és amikor éppen elült a csatazaj, ugye Oroszország, Kína és Dél-Korea között, Észak-Korea pedig a háttérből, Figyelt, akkor megszólalt a japán kormány, és azt mondta, hogy egyáltalán mit kerestek ott a dél-koreai katonai repülőgépek, miközben az a szigetcsoport Japán területét képezi. Tehát Japán a mai napig nem ismeri el a valóságot, nem ismeri el Szerbiához hasonlóan, nem ismeri el, hogy de facto, miközben de facto a szigetek Koreához tartoznak, jogilag is. Oda tartoznának. Emiatt a japán külügyminiszter bejelentette, hogy az ENSZ-hez, illetve a Nemzetközi Bírósághoz fordul, csak azért, hogy eldöntsék ezt a kérdést. Ezek a nemzetközi példák jól mutatják azt, hogy minden rajtunk magyarokon múlik. Ha mi lemondunk a Trianonban igazságtalanul elcsatolt területeinkről, mint hogy az elmúlt százesztendőben nagyon sokszor előfordult, akkor biztos, hogy örökre elveszítettük ezeket a területeket. Hogyha akár a szerbekhez, akár a japánokhoz, vagy a koreaiakhoz hasonlóan, akár a tényekkel szemben is mi továbbra is mi magunk azt gondoljuk, hogy ezek a területek hozzánk tartoznak, és ezt nekünk, magyaroknak kell eldönteni, nem másoknak, ahhoz, hogy valamit elérjünk először, nekünk a saját törvényeinket kell rendbe tenni, akkor egy kedvező pillanatban akár ezek a területek tartozhatnak majd még Magyarországhoz. Ehhez természetesen hasonlóképpen kellene gondolkodnunk, mint mondjuk a kóreaiak, ugyanis hogyha valaki kórában, mondjuk a szőli repülőtéren kiszáll a repülőből, beül abba a vonatba, ami beviszi Szöul belvárosába, már rögtön turistaként azzal fog találkozni, hogy állami propaganda zajlik, és ezt a mindössze 0,2 négyzetkilométernyi területű Korea és Japán közötti szigetet már bemutatják a turistáknak, és elmondják, megmutatják a középkori iratokat, hogy ez bizony Kórea része volt mindig, és a japán propaganda hazudik, mert igenis ez a két kis szigetecske, ez Kóreához tartozik. Képzeljük el mondjuk, hogy a Ferihegyi repülőtéren leszállnak a turisták, felszállnak a buszokra, vagy éppen a vonatra, ami Budapest belvárosába viszi őket, és már a buszon vagy a vonaton, ilyen kivetítőkön, mint Kóreában, arról mesélnének nekik angolul és mindenféle nyelven, hogy Erdély mindig is Magyarország része volt, vagy Délvidék, vagy Felvidék, mindig Magyarországhoz tartozott, és bemutatnánk, hát nekünk aztán sokkal több térképünk van, sokkal több képi bizonyítékunk van, mint a koreaiaknak erre a bizonyos picike dogdó sziget, szigettel kapcsolatban hogy ezek a területek mindig Magyarország integráns részei voltak. Hát körülbelül hasonlóképpen kellene gondolkodnunk, mint ahogy a koreaiak, ahogy a japánok, vagy éppen a szerbek gondolkodnak, nem pedig úgy, hogy rögtön egymásnak esünk, vagy rögtön nekünk esik mindenki, csak azért, mert mi felmerjük hívni arra a figyelmet, hogy a trianoni békeszerződés még mindig hatályos törvény Magyarországon. És akkor így a videó végén nem is maradt más hátra, mint hogy azzal a pohárral legalábbis így jelképesen üzenjek annak a Kóreából érkezett delegációnak, akiktől kaptam ezt a pohár készletet. Ők egyébként sogyut szoktak beletölteni, ez körülbelül olyan, mint nálunk a pálinka. Hát én ezzel kívánok szebb jövőt Kóreának és szebb jövőt Magyarországnak is. Ha már olyan sokat beszéltem szerbekről, koreaiakról ebben a videóban, akkor mindenféleképpen szeretném egy magyar költő, Sajó Sándor versével befejezni ezt a videó üzenetet, aki 1923-ban kifejezetten a trianoni békeszerződésre reagálva írta a Vén Bolond című versét. Úgy is elnyel a sír szája, gyáva népnek nincs hazája. Világnépe mind megveti, még az ég is kineveti.